Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható április hónapban a Skorpión jegyében születetteknél? Ezt most megtekintjük. Az indiai számítás szerint a Skorpión jegyében mozog most Kétu, a lefele mozgó kármikus csomó. Ez utal az érzelmekre, utal a múltra, mint arra, amit átéltél a korábbi életedben. Tehát jelenleg vannak itt a Skorpión jegyében kármikus témák. Április 1-én új hold lesz, az azt jelenti, húzódj vissza, gondolkodj el azon, ki hogy hat rád, ez jó számodra, vagy jobb lenne ezektől a kapcsolatoktól elbúcsúzni. Április 16-án teli hold van, megvilágít valamit, itt egészségügyi témákról, gyógyító erőről van szó. Ezen a napon rendezhetsz valamit. Április 30-án újra új hold lesz, és itt arról van szó, húzódj vissza, gondolkodj el azon, mi az elképzelésed, hogy tudnád ezt megvalósítani, hogy előre menjenek az események, kell ez a hit, ez a bizalom. Április 4-én Mars bolygó és Szaturnusz bolygó együtt hat. Mars bolygó jelentheti az élet erődet, vagy a lelki társadat. Szaturnusz bolygó hatása alatt vagy korlátozásokról van szó, vagy segít abban, hogy kiépüljön, kialakuljon valami. Április 12-én Jupiter bolygó és Neptun bolygó hat együtt. Ha álmokról van szó, vagy egy kreatív tevékenységről, akkor Jupiter bolygó szerencsét hoz. Jupiter bolygó utalhat bírósági ügyekre is, és akkor Neptun bolygó azt jelenti, hogy valaki megpróbál becsapni téged, minden olyan átláthatatlannak tűnik. Április 18-án Merkur bolygó és Uránusz bolygó hat együtt, itt változásokról, beszélgetésekről van szó. Április 27-én Vénusz bolygó és Neptun bolygó hat együtt, itt egy álom megvalósulhat, különösen ami a szerelmet illeti. Április 30-án Vénusz bolygó és Jupiter bolygó hat együtt, szerencse a szerelemben, de ami bennünket, hölgyeket illet, nem szabad, hogy ezen a napon eltúlozzunk valamit. Április 30-án lesz egy nap Finsternis. A Finsterniseknél mindig kármikus témákról van szó. Április 30-án Plutó bolygó megáll, utána visszafele halad, ami utal a múltra, szintén kármikus témákra, itt vagy le kell zárni valamit a múltból, vagy vannak emlékek. Mielőtt kezdeném a kártyák világát mutatni, szeretném felhívni a figyelmedet arra, hogy ez a jóslás, ez a havi jóslás minden hónapban megrendelhető nálam. Ugyanúgy építem ki, ahogy itt majd mutatom, a díjam 3500 forint. A sarok kártyáknak mindig van egy fontos jelentősége. Különösen az első kártyának, hiszen gyakran utal a havi témára. Itt látható ez az ostor. Valaki ostoroz, vagy ostorozott téged, ami fáj. Itt vannak fájdalmas emlékek a múltból, mert valaki megbántott téged. Itt a koporsó jelenthet egy örökösödési ügyet is. Akkor itt lesznek viták, veszekedések.
A koporsó jelenthet régi témákat, hogy ezek a fájdalmas emlékek, ami még érezhető áprilisban, amit a koporsó még jelenthet, hogy lezár bizonyos dolgokat, hogy lezárod ezt a kapcsolatot. És akkor itt lesz egy hír, és a gólyák utalnak a változásokra. Itt nem csak egy hírről van szó, hanem beszélgetésekről is, hiszen a madarak utalnak a kommunikációra. De mindez olyan átláthatatlannak tűnik, hiszen itt megjelenik a felhő. A felhő jelentheti az időt is, mégpedig fél évet. Gondolj vissza arra, mit, hogyan éltél át fél évvel ezelőtt, mert ez az esemény, vagy ez a személy visszatér hozzád. Lehet, hogy újra meg akar bántani téged, jelenti ez az ostor, vagy a múltban bántott meg, és most visszatér hozzád, mert bocsánatot akar tőled kérni. Ami április elején még van, és a múltban, ez a könyv jelenti a titkokat, a zárkózottságot, de ezek a titkok kiderülnek, hiszen a könyv mellett, ami a titkokat szimbolizálja, persze utalhat tudásra, továbbképzésre is, de ezekben a kapcsolatokban a többi kártyákhoz viszonyítva itt titkokról van szó. A titkok mellett megjelennek az egerek. A kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, azok felfalnak valamit, és akkor eltávolítanak bizonyos kártyákat. Tehát akkor is, ha itt titkokról volt szó a múltban, az egerek most így áprilisban eltávolítják ezeket a titkokat, kinyílik ez a könyv, és kiderül a valóság, hiszen itt van a nap, láthatóvá tesz valamit. A következő sarok kártyán látható ez a kígyó, aminek több jelentősége van. Utalhat gyógyulásra. Itt fölötte van ez a torony, ez lehet egy kórház is. De ebben a kórházban, vagy ebben a gyógyító erőben, vagy irányban, itt van a hamisság, tehát ha erről van szó, akkor próbáld meg úgy áttekinteni a dolgokat, és ügyelj arra, hogy jobb lenne, ha itt lenne egy változás, egy másik orvos, vagy egy másik kórház. De nem csak gyógyító erőre vagy kórházra utalhatnak a kártyák, hanem más jelentősége is van. Például ez a torony utalhat a félelmekre, ugyanúgy, mint a felhő is jelentheti a félelmeket. És fontos, hogy áttedd magad a félelmeken, mert ez fogva tart téged ebben a toronyban, vagy őt tartja ez fogva, és ez olyan, mint egy labirintus, amikor keresitek a megoldást, vagy a kiutat. És itt legyetek óvatosak, mert a ravasz róka jelentheti azt, hogy lehet egy hamis döntés, vagy egy negatív gondolat. Tehát ügyelj az érzelmeidre is. Amit a kígyó még jelenthet, egy nő, mégpedig egy hamis nő, aki becsapott téged, vagy őt próbálja kihasználni. És ez a torony jelenthet hivatalos dolgokat, vagy egy bírósági ügyet. Itt a kasza elvág valamit, az is lehet, hogy itt vállóperről van szó, és ez a nő itt megjelenik ebben a helyzetben, és itt van a hazugság, becsapja őt, tehát nem lehet megbízni ebben a nőben. Amit a kassa még eltávolít,
ez a hegy, ami utal a téli hónapokra, és utal a problémákra is. Tehát mindaz, amit átéltél a téli hónapokban, a nehézségek, a viták, ezek a hazugságok, mindez fogva tartott téged ebben a toronyban, vagy őt, vagy mindkettőtöket, de a kasza segít abban, hogy elvágja ezeket a kapcsolatokat, itt le lesz zárva valami. Ez kihat a sors utatokra, hiszen itt van ez a kereszt, ami azt jelenti, hogy van köztetek egy kármikus kapcsolat, hiszen te is, ha egy hölgy vagy, és ő is, ebben a sorban vagytok, tehát összefüggésben ezzel a kereszttel. Hiszen a sors utatok itt kereszteződött. Itt látható a nyilvánosság, az elismerés, itt van a szerencse, ez a gyermek utalhat gyermekekre, de jelent egy új kezdetet, a megújulásokat, egy új irányt, és minden jóra fordul, hiszen itt van köztetek a szerelem és a gyűrű, ez lehet eljegyzés, házasság, vagy azt is jelentheti, hogy ez a szerelem visszatért az életedbe, tehát van itt egy ilyen karmikus kapcsolat, amire a kereszt is utal. A kereszt jelentheti azt is, hogy ti elérkeztek most az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. Előre, vagy hátra, balra, vagy jobbra, és itt lesznek fontos döntések, itt az utak szintén a döntésekre utalnak. És ez a hajó jelenti a reményt, de a külföldi kapcsolatokat, vagy utazásokat, ez lehet egy belső út is, egy spirituális terület, itt lesznek a döntések, ami szerencsét hoz, hiszen a négy levelű lóhere utal a szerencsére, és április hónapra, tehát ez nagyon-nagyon aktuális. A következő sarokkártyán itt van a kutya, ez jelenti a hűséget, ez a férfi hűséges hozzád, és amit a kutya még jelenthet, a pénz is itt marad hűségesen, hiszen a halak utalnak az anyagi dolgokra. Itt a fa jelenti azt, hogy rendeződik valami az anyagiakat illetően, itt lesz növekvés, egy stabil anyagi helyzet. Itt van az erő hozzá, jelenti ez a jeges medve. És a szerencse, hiszen a csillagképek szerencsét hoznak, ami az otthonotokat illeti, a családot illeti, és szerencse az anyagiakat illetően. Ez a csillagkép lehet asztrológia, kártyavetés, spirituális dolgok, itt a gyógyító erő, és ezen a területen tudsz dolgozni, ami pénzt hoz, neked itt vannak az anyagiak. A lelki társad felét tekint, egymás mellett vagytok a képen, és ez utal a közelségre, ő közeledik hozzád, itt megvan a bizalom, a szerelem, a gyermek utal az ártatlanságra, vagy egy új kezdetre, de lehet egy kisbaba születése is. A következő sarokkártyán látható ez a kulcs, ami azt jelenti, vedd kezedbe ezt a kulcsot, légy magabiztos. Különösen, ami a munkát, a hivatást illeti, hiszen a kulcs mellett ott van ez a horgony, és szimbolizálja a munkát, a hivatást. Itt előre mennek a dolgok, tisztázódik valami, és ezzel a kulccsal nyílik itt egy új ajtó. Ezek a lehetőségek. Ez lehet egy munkahelyi ajánlat is. Előfordulhat, hogy nem áprilisban következik ez be, hanem májusban vagy júniusban, hiszen erre utalnak itt a kártyák, és ott vannak a horgony mellett, és ott van a kapu mellett is, ami jelenti, hogy itt kinyílik valami. Amennyiben egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen,
és a fölötted lévő kártyák utalnak a te gondolataidra. Itt a hold az anyukára, az anyai érzelmekre, de arra is, hogy megvan ez az álom, ez a vágy, ez a remény, hogy valami javul a szívügyi dolgokban, tehát a szerelemben, de a munkát illetően is, hiszen itt látható a horgony, és összefüggésben áll a holddal, tehát itt megkapsz egy ajánlatot, összefüggésben áll ezzel a szívvel, hogy te szívvel, lélekkel a hivatásodat szeretnéd élni, és itt a csillagkép utal egy spirituális területre. Ami még megjelenik a gondolataidban, ez a virágcsokor, ami jelenti a nőiességedet, a szépségedet, a jó ízlésedet, vagy szeretnél valamit megszépíteni a környezetedben, jelenthet egy kreatív tevékenységet, munkát, vagy egy saját vállalkozást. Az ő gondolataiban megjelenik itt a mozgás, ezek a változások, vagy mindaz, ami mozog, mint például a sport, vagy egy autó, vagy szeretne valamit változtatni a munkát, a hivatást illetően, hiszen itt van a feje fölött ez a horgony. Ez a horgony azt is jelentheti, hogy ő nálad le akar horgonyozni, és itt kialakul egy tartós párkapcsolat. És most megnézzük az egyes heteket. Első hét április hónapban itt látható a képen. Valami bánt, vagy valaki megpróbál téged megsérteni. Lesz itt egy hír, de láss át a dolgokon, ne hagyd, hogy más valaki téged megbántson. Az is lehet, hogy itt lesz egy levél, vagy beszélgetés, egy hír, valaki visszatér a múltból, de meg akar bántani téged. Mindez olyan átláthatatlannak tűnik, de lesznek itt változások, mert ez a titok, ez a zárkózottság, vagy ez a személy, aki megpróbál eltitkolni előled valamit, és ez egy nő, hiszen a könyv, a felhő, ez a torony a kígyóval áll összefüggésben, tehát itt egy nőről van szó, de ez a helyzet lezárul, hiszen az egerek eltávolítják a titkokat, itt kiderül az igazság. A nap nem csak ezt teszi láthatóvá, hanem a nap jelenti a te kisugárzásodat, a vonzó erőt kettőtök között. Itt megvan a szépséged, a nőiességed, egy kreatív tevékenység, itt vannak ajánlatok. Mire itt lesz egy új kezdet a munkát illetően, az eltarthat májusig vagy június hónapig. Második hét április hónapban itt látható. Ez a kép, ez a koporsó lezár valamit, ezeket a hamis kapcsolatokat. Itt lesz fontos beszélgetés. A felhő azt jelenti, hogy gondold át azt, mit, hogyan éltél át fél évvel ezelőtt, mert ez a kapcsolat, ez a helyzet visszatér hozzád. Itt is látható a mozgás, lesznek itt fontos döntések, mégpedig április közepén. És kapsz egy jó ajánlatot, és ez kihat az érzelmeidre is. Ő tervez valamit veled, itt lesz mozgás, és tisztázódik valami a környezetedben, vagy a munkát illetően. Harmadik hét, április hónapban itt látható. A torony jelenthet egy magas, vékony személyt, vagy egy nagyvárost, vagy jelenthet hivatalos dolgokat, egy bírósági ügyet. Ez kihat a sors utadra, itt változásokról van szó, döntésekről van szó, de légy óvatos, vagy ő legyen óvatos, hiszen a háttérben megjelenik ez a hamis nő. És itt vannak nehézségek, nem csak jelenleg, hanem a múltat illetően, és mindazt, amit átéltetek a téli hónapokban. De a kasza segít abban, hogy elvágja ezt a kapcsolatot. Megkapod az elismerést, itt lesz egy új kezdet, különösen
ami a szerelmet illeti, ti összetartoztok, ő szeret téged, és itt van a gyűl, itt lehet házasságról szó. Utolsó hét, április hónapban itt látható. A hamisságok, a korlátozások, a nehézségek jöttek így mellék utakon egy hölgy részéről, de a kasza ezt elvágja, tehát lezárjátok ezeket az eseményeket, kapcsolatokat. Ami a házat illeti, az otthonodat, a környezetedet, mint például a szomszédokat, vagy a rokonságot, itt van a szerencse, egy új kezdet, ami jelentett költözködést is, vagy valami változik az otthonotokban, persze jelentheti egy kisgyermek születését is. Itt van a szerencse, az életerő, itt van a gyógyító erő, az is lehet, hogy megvan nálad ez a gyógyító hatás, ez nagyon erős energiamező nálad, itt a szerencse és a spirituális terület, ami pénzt hoz számodra, és itt lesz egy növekvés, tehát lesznek itt nyerességek, egy jó kezdet a munkát, a hivatást illetően. És ez a kutya jelentett egy háziállatot, de a hűséget, a barátokat is, és mi maradt hűségesen ott melletted, ez a férfi, a kapcsolatok és az anyagiak. Tehát a pénz ott van, és az azt jelenti stabil anyagi helyzet. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!